Sziasztok, Doggy vagyok. Itt is lennék egy új mod bemutatóval, és ebben a mod bemutatóban a Custom NPCs modot szeretném nektek bemutatni. Nagyon sokan kértétek, hogy legyen róla bemutató, úgyhogy végül is úgy döntöttem, hogy akkor miért ne legyen. Gondolom egyébként nem nagyon találtatok róla magyar nyelvű videót, vagy olyat, ami régi volt, úgyhogy 1.7.10-es verzióban fogom nektek ezt a modot bemutatni. Pontosabban több részben szeretném nektek bemutatni, mert ez egy nagyon összetett mod, és az első részben azt fogom nektek elmagyarázni, hogy hogyan tudtok létrehozni egy NPC-t, illetve hogyan tudtok változtatni a kinézetén. És majd külön részekben fogok beszélni a munkákról, meg a hasonló dolgokról, mert azokról is érdemes szerintem, igazából pont azok miatt lesz ez a mod érdekes, úgyhogy az elején igazából szeretném megnézni, hogy mennyire érdekel titeket, ha érdekel titeket, akkor jobban beleásom magamat a többi részébe is, és akkor majd igazából lesz több része is ennek a kis sorozatnak. Ugye ezt is úgy terveztem, mint a Tinker's Constructot, illetve a Moe Creatures-t, hogy több részben mutatom be, és szerintem ez azért is jó, mert tényleg egyébként ez egy annyira összetett mód, hogy legalább 1-2 órán keresztül lehetne róla beszélni, és szerintem senki nem nézne végig egy 2 órás videót, főleg úgy, hogy csak állok és igazából magyarázok dolgokat, az nekem se tetszene, engem se érdekelne. Ez az egyik oka. Másik oka pedig az, hogy ugye biztos vannak olyanok, akik ismerik ezt a modot, viszont csak bizonyos részeire kíváncsiak, mert esetleg nem értik, hogy ott mit lehet állítani, és nekik is egyébként könnyebb lesz megtalálni azt, ugye, amire szükségük van. Szóval ahhoz, hogy létre tudjatok hozni egy ilyen kis NPC-t, ahhoz először is le kell craftolnotok ezt a kenyérből készült kapát, 2 darab kenyér kell hozzá, és 2 darab bot. Következő lépés az, hogy lekattintatok vele a földre, eddig szerintem nem volt bonyolult. Aztán itt is van a kis NPC-nk, elég érdekes neve van, olyan, mintha valami ősember lenne, és hogyha rákattintotok jobb klikkel a kapával, akkor tudtok rajta módosítani. Szóval az első részben csak a displayről fogok beszélni, a többi részben majd kitérek ezekre a különböző kis felső tabokra, remélem érdekelni fog titeket. A name-nél be tudjátok állítani azt, hogy mi legyen a neve, random fog nektek először sorsolni egy nevet, ha nektek az nem tetszik, akkor át tudjátok írni igazából bármire. Az enyémnek mondjuk legyen Tutorial Steve a neve, igazából nem túl egyedi, de szerintem megteszi. És van még itt a névnél egy beállítás, láthatjátok, ez azt jelenti, hogy mutassa olyan nevét vagy sem. Ha a show-ra klikkeltek, akkor mindig látszani fog a neve, ha a hide-ra, akkor sose fog látszani a neve, és hogyha a show when attacking-re mentek, akkor csak akkor fog látszódni a neve, hogyha támad, úgyhogy én a show-n hagyom, szerintem mindig mutassa a nevét. A következő a title, hát igazából ide beírhattok bármit, de szerintem ide olyat érdemes beírni, mondjuk ami az NPC-nek a foglalkozása, lehet például pénztáros, farmer, bármi, vagy amit csak szeretnétek, igazából itt a ti kreativitásokon múlik az egész. Az enyém most lesz pénztáros. Majd meglátjátok, hogy miért. És ez egyébként így jelenik meg, egy ilyen kis kacsacsörben alatta. Tehát igazából a felső a neve, az alsó pedig a foglalkozása, vagy a plusz információ, amit hozzá szeretnétek adni az NPC-tekhez. Következő már egy kicsit izgalmasabb lesz, a modell. A modellnél nagyon sok mindent lehet állítani, én először is ezt a felsőt szeretném nektek megmutatni. Ez a Custom NPC, ez Steve lesz, itt tudtok állítgatni rajta, itt a nyilaknál, viszont hogyha itt rákattintotok a Custom NPC-re, akkor így is meg tudjátok nézni, szerintem így átláthatóbb. Az összes Minecraftban megtalálható mobot kiválaszthatjátok egyébként NPC-nek, illetve nekem itt van a póni, nem tudom egyébként, hogy ez alapból benne van-e, vagy valamilyen moddal együtt jött nekem, de igazából lehettek pónik is, hogyha szeretnétek, és egyből dörpit adja ki, ami plusz pont. De szerintem én egyébként hagyom simán Steven, tehát a Custom NPC-n, mert azon lehet a legtöbb mindent állítani. De igazából, ha letöltitek a modot, akkor ti is ki tudjátok próbálni, hogy mennyi mindenféle van. És itt nagyon sok mindent tudtok állítani, úgyhogy először szerintem ezzel kezdem, van ez a Scale. Itt be tudjátok állítani azt, hogy ugye egyes testrészei, például a feje mennyire legyen széles, magas, ilyen csúcsfejet lehet belőle csinálni, tök durva, illetve mennyire legyen a mélysége. Szóval lehet ilyen baromi nagyfejű, és lehet ilyen nagyon lapos, szerintem ez nagyon vicces. Ugye a 100% az alap, a head az a fej, a body a test, ugyanúgy tudjátok állítgatni a dolgokat, amiket csak szeretnétek, lehet ilyen nagyon magas csávót is csinálni Steve-ba, illetve az arms a kezek, a legs pedig a lábak. Most igazából szerintem fölösleges megmutogatni, hogy melyik mire képes, mert
Ugye mindegyiknek ugyanúgy a szélességet, a magasságot, illetve a mélységet lehet állítani, úgyhogy szerintem ez annyira nem izgalmas. Nem is akarom vele túl sokáig húzni az időt, és el is tudjátok egyébként menteni, hogyha rámentek arra, hogy Save Settings, itt elmentitek azt, hogy itt valaminek elmentitek, és akkor a Load Settingsnél ki tudjátok választani azt, amit már egyszer létrehoztatok, illetve a Load Settingsnél van nagyon sok előre megadott ilyen NPC, lehet macskanő, macskanőnek van melle, illetve lehet elf, azok magasabbak, vannak dwarfok, ugye ezek a törpék, szóval nagyon sokféle van, van ilyen ender chibi, ez elég viccesen néz ki. Szóval nagyon sokféle van, ki tudjátok választani, egyébként a farkasnak van farka is, úgyhogy ez elég vicces. De ezt is igazából rátok hagyom, nézzétek majd meg, hogy miért szeretnétek. Scale-nél ugye tudom állítgatni a százalékosan azt, hogy mi mekkora legyen, viszont itt a headnél, itt még tudunk állítgatni mindenfélét, illetve majd még itt lesznek plusz dolgok. Hogyha a headre rámentek, tehát a scale alatt a headre, akkor van egy ilyen, hogy headwear. Ez szerintem ilyen sapka vagy hasonló lehet, gondolom, hogyha a skinen van sapka, akkor be tudjátok állítani azt, hogy mutassa-e vagy sem. Aztán itt van a hair, ez a haj. Itt be tudjátok állítani egyébként azt, hogy mennyire legyen hosszú a haja, milyen haja legyen, szóval nagyon sokféle van. Van ez a player, ez gondolom az alap Steve. A long, az a hosszú haj, aha most látszik. Tök jó, csak jó lenne, ha megfordulna. Ha így látható, ilyenkor ilyen hosszú haja van, igazából Steve-nek nem tudom, hogy milyen a hajszíne, pontosan milyen színkód, úgyhogy legyen ez. Aztán lehet ez a kis, hát elég érdekes, ugye ez a focista haj, van ez a stylish, igen, ez inkább ilyen csajos haj szerintem, van ez a ponytail, ugye ez a lófarok, illetve az, hogy nincsen külön haja. Viszont a headwear így se látszik, hogyha hátulról nézem, úgyhogy az szerintem tényleg az, hogyha a skinen van sapka, akkor ki lehet kapcsolni, illetve be lehet. Aztán van ez a mohawk, ugye ez a punk frizura, hogyha szeretnétek, akkor tudtok Steve-nek adni punk frizurát. Igazából szerintem most úgy néz ki, mint valami hal, úgyhogy elég vicces. Valószínűleg van többféle is, csak ehhez külön mod kell. Aztán tudtok állítani neki ugye szakállat, hogyha szeretnétek, ahhoz szerintem megint meg kéne ugye fordítanom. Lehet neki mindenféle szakállat, viking, hosszú, rövid, és hogy nincsen neki. Úgyhogy ha szeretnétek külön télapót csinálni Steve-ből, akkor ez is lehetőség. Bár a télapónak nem piros a szakálla, de most neki legyen piros, és legyen mondjuk zöld a haja, mert az nagyon stylish. Aztán itt van ez a snout, ez ugye a nózia lesz, és itt tudtok különböző nózikat állítani. Nagyon sokféle van, és azokat szeretném nektek most megmutatni. Van ilyen nyuszika, illetve ilyen pici nyuszi, médium nyuszi igazából. Nagyon sokféle van. Ez a kutyaor. Kutyaornak is lehet akármilyen szint adni, szóval olyan idióta fejeket tudtok ebből kihozni, hogy az hihetetlen. És megint itt a nyuszi. Szóval igazából tényleg bármilyet létre tudtok hozni, illetve van még fül, ez a player fül, ez a nyuszi fül, a nyuszi fület mondjuk nem nagyon látom, hogy hogy néz ki, mert igazából lehet, hogy nagyon picike. Aha, itt van, nyuszi fül, ha szeretnétek, hát igazából elég idiótin néz ki most már lassan a mi kis tutoriál Steve-ünk, de igazából legyen nyuszi füle, mert miért ne legyen sárga nyuszi füle. Okés, akkor szerintem a fejénél elég sok mindent beállítottunk. Nézzük a bodyt. Be lehet állítani azt, hogy legyen-e melle vagy sem, illetve hogy milyen féle melle legyen. Hát ez elég bizarr szerintem. Lehet szárnya, hogyha szeretnétek szárnyat neki. Hát ez is elég érdekes, de hogyha valaki nagyon szeretne egy ilyen angyalszárnyas Steve-et, akkor végül is csinálhat, mert miért nem. Legyen mondjuk ez, és legyen kék, mert most már tényleg úgy néz ki lassan, mint egy papagáj. Aztán van ilyen particle, ez még én sem láttam, hogy mit csinál, de ahogy látom, különböző szívecskéket, mindenféle nagyon cuki dolgot rak a kis Steve-ünk köré. Ez egyébként nem olyan rossz, ez a szivárványos. Legyen a szivárványos, nagyon cuki. Finn, ez pedig elméletileg, ha jól értelmezem, igen, akkor ez ilyen uszony. Úgyhogy legyen cápa úszony a Steve-nek, mert miért ne? Akár ugye a méretén nem lehet állítani, mert hogy jó nagy cápa úszonyt még raknék rá.
Aztán a következő a kezeknél lehet állítani azt, hogy legyenek karma vagy sem, illetve hogy melyik kezén legyen karom. Left, right, both. Igazából én most nem nagyon látom, hogy rakott-e neki karmot, mert nem tudom, hogy hova rakja. Ennyire egyébként még én se ástam bele magamat ebbe a modba, úgyhogy nekem is új még, de nem igazából látom, hogy rakna rá karmokat. De elméletileg ugye az azt jelenti, hogy karom. És még a lábát megnézhetjük, hogy ott mit lehet csinálni. És úristen, hogy nézel ki? Olyan, mintha ilyen uszonya lenne, vagy hát nem is tudom, ilyen... Hát ilyen hableányos. Elég érdekes. Lehet neki póklábat adni. Csinálhatok. Úristen. Ez egyre hülyebben néz ki. Szóval, ja, igazából bármit csinálhatok Steve-be, hogyha nagyon szeretnétek vele kiszúrni. Húha. Be is tudjátok állítani azt, hogy ne legyen lába. De azért ez elég morbid. Szerintem simán hagyom, mert most már így is elég hülyén néz ki szegény. Illetve be tudjátok állítani azt, hogy legyen-e farka vagy sem. Mármint mondjuk kutya farka, ne értsétek félre. És ugye ez az alap player itt semmit nem fog csinálni. Player dragon. Hát macska farok, cica farok. Ez így néz ki. Hogyha szeretnétek neki ilyen ocelot farkat. Ez a farkas. Lófarok. Ez elég vicces. Ez pedig a sárkánynak a farka. Illetve lehet mókus farka, ezt a vicces. Csak belelóg sajnos a uszonyba. Szerintem én egy kutyafarkat állítok neki, mert miért ne, ha már ilyen szerencsétlenül néz ki, akkor legyen még szerencsétlenebb. Oké, és mondjuk el tudjátok menteni papagájnak, mert most már van értelme elmenteni ezt a kis gyönyörű szép beállítást. Szerintem ilyen szép Minecraft figurát még senki nem látott. És igazából ennyi mindent lehet itt állítani, szóval tényleg bármilyen NPC-t létre tudtok hozni, amilyet csak szeretnétek. Oké, akkor modell ki van pipálva. A size az az, hogy mekkora legyen ugye magának a modellnek a mérete. Az 5 az alap, az 1 az nagyon pici lesz, ezt mindjárt megmutatom, mert nagyon vicces. Ilyen kis hangya lesz belőle, és igazából semmi nem látszik belőle, szinte csak a pártika. Úgyhogy megnézzük 30-ban, mert annyira csodás lett, hogy ezt meg kell nézni 30-as méretbe is. Ilyenkor ilyen óriás mérete lesz. És hát elég ijesztő. De szerintem visszaváltom mondjuk 6-ra, kicsit legyen magasabb, mint az alap. És akkor igazából ez az alap, ez a 6-os. Igazából meg tudjátok csodálni egy kicsit nagyobban a képernyőn. Szuper! Aztán itt van a textúra. Itt nagyon sokféle textúra lesz. Készüljetek fel. Vagy player állítjátok, vagy itt kiválasztjátok a selectet. És nagyon sokféle van már alapból beállítva, szóval hogyha nem akartok külön skineket keresgélni, akkor itt is tudtok válaszgatni. Illetve, hogyha ebbe a mappába raktok be skineket, akkor ki tudjátok választani a saját skinjeiteket is, hogyha szeretnétek, de igazából tényleg nagyon sokféle van. Mindjárt meg is mutogatom nektek, Gangster Steve. Itt igazából látszanak a karmok. Szerintem az lehet a karom egyébként. Guard Steve, igen, itt néhánynál látszik, hogy van karma, amit beállítottunk, de én már igazából elterveztem, hogy melyiket fogom beállítani, mert pénztáros Steve a meg is dolgozó lesz. Többit szerintem nem mutatom meg, legyen igazából nektek egy kis meglepetés, hogyha letöltitek, meg tudjátok nézni, hogy milyenek vannak. Igazából így is szerintem elég hosszú lesz már alapból ez a display része, szóval gondoljatok bele, hogy még a többi milyen lesz. Nagyon durva ez a mod, tényleg nagyon sok lehetőség van. És itt van a kép, ugye ez a köpeny, hogyha szeretnétek neki köpenyt, akkor itt is tudtok választani. Én ezt a baconöset választom, bár lehet, hogy nem választok köpenyt, mert eltakarja a csodálatos uszonyomat, illetve farkamat. Úgyhogy hát nem tudom, hogy melyik legyen. Szerintem nem választok köpenyt, mert nem szeretnék. És itt van ez az overlay, itt tudtok neki állítani különböző szemeket, különböző dolgokat igazából, bármit, amit még rá szeretnétek pluszba rakni, hogyha ebbe a mappába beraktok, akkor igazából rajtatok múlik, hogy mit szeretnétek. Gondolom egyébként nagyon sok mod téma van erről, hogy külön készítenek még ilyen plusz dolgokat, mint például a szemüvegeket, meg tényleg egyébként bármit. Tehát mondjuk legyen ez a szellemszem. Oké, és ez a living animation, ez azt jelenti, hogy ugye körbeforog, kicsit elcsászkál, szóval, hogy így
mozog, tehát hogy tényleg olyan, mintha ez egy élő valami lenne, nem csak egy helyben áll. Ez a yes, illetve a no, amelyiket kiválasztjátok, ugye úgy fog viselkedni. A visible az azt jelenti, hogy látható legyen-e, hogyha yes-en van, akkor természetesen látható, ha no-n, akkor igazából csak ilyen kis részekben látható, bár lehet, hogy még annyira se, de így csak ilyen nagyon részletesen látható, ilyen pixelekben igazából. Illetve, hogyha arra mentek, hogy partially, akkor elméletek csak részletesen látszódik, de igazából szerintem pont ugyanúgy látszódik, mint amikor nem látszódik, úgyhogy yes-en marad. És itt van még ez a boss bar, itt be tudjátok állítani ugye azt, hogy itt fölül ez a kis csík megjelenjen-e vagy sem, ugye itt az életét jelz, ugyanúgy, mint mondjuk az Ender Dragonnál, vagy a Wither bossnál. Hát igazából, hogyha szeretnétek folyamatosan látni, hogy mennyi élete van a custom NPC-teknek, akkor be tudjátok állítani, és igazából ott a show van, akkor ugye mutatja, ha a show van attacking-en, akkor csak akkor mutatja, hogyha ugye megtámad valamit, és hogyha hide-on van, akkor egyáltalán nem fogja mutatni, de szerintem most hide-on hagyom, mert nem szeretném, hogy folyamatosan mutassa. Úgyhogy ennyi is lenne ez a rész, szerintem elég hosszúra sikeredett így is, a többi részben majd ki fogok térni a több ilyen kis tabra, illetve különböző beállításokra, nagyon sok új tárgyat is ad egyébként hozzá a mod, majd azoknak is utána nézek, mert nekem is eléggé új még, úgyhogy nekem is egyébként van még mit tanulgatnom ebből a modból, de remélem tetszett nektek ez a bemutató. Ha tetszett nektek ez a bemutató, írjatok kommentet, írjátok meg kommentben, hogy folytassam-e ezt a mod bemutatót, mint egy sorozat, vagy sem, érdekel-e titeket ennyire részletesen, vagy sem. És nagyon szépen köszönöm a végignézést, Doggy voltam, sziasztok!